A Királyi Napok rendezvény sorozatának évről évre az egyik meghatározó eleme a Nóhegyi Szent István Borlovagrend és meghívott vendégeinek felvonulása, ami idén sem maradhatott el. A résztvevőket Cserpalkovics András városunk polgármestere és Östör Anna Mária településrész önkormányzati képviselője köszöntötte. Dínyés Ferenc, a Borrend kancellária az alkalmat kiemelt eseményként kezeli, hiszen a nemes nedű ünnepe megerősíti a Borrend tagjait is abban, hogy méltó módon képviseljék az öreghegyi szőlősgazdákat. Az idei borversenyünk az egy kicsit csúszott, tehát a szokásos áprilisi rendezvényünket el kellett halasztani az ismert helyzetek miatt, ezért is most tudtuk megrendezni pár hete. Azt gondolom, hogy 40 tétel felhozatal volt, nagyon jó eredmények születtek, most fogjuk kihirdetni a öreghegy borászat címét. A találkozón ünnepélyes keretek között avattak fel két új borlovagot, ahol Horváth Miklós Csaba, a vendéglátó városrész képviselője kettős minőségében vett részt, hiszen ő a borlovagrend egyik alapító tagja is. Hála Isten, azért a pandémia ellenére valóban itt a megyéből el tudott jönni 6-7 borrend, és hát, aki öreghegyi ki tudott jönni, azok a pár 10-20 százan, körülbelül ők is remélem láthatják, hogy a hagyományokat próbálják továbbvinni még ilyen körülmények között is. Tehát ez a borrendi borlovagavatás, borádás, kenyérszentelés, Isten, ez most már valóban hagyományossá válik itt nálunk. Tornyai Gábor öreghegyi plébános, aki az idén is megszentelte az új kenyeret és a bort, elgondolkodtató szavaival, megértő mondataival sokat segített azoknak, akik még tartózkodóak a közösséggel szemben.